A Debreceni Egyetem nagyon régen foglalkozik űrkutatással, már a 70-es években is voltak olyan programok a Debreceni Egyetemen, amelyek közvetlenül az űrbe juttatott minták földi és visszaérkezett minták földi feldolgozásával foglalkoztak. Talán kevesen tudják, hogy ilyen régre nyúlik ez vissza. Abban is elkezdett gondolkozni a világ, ha szabad így kifejeznem magam, hogy a Holdon egy űrbázist hozzon létre, hogy marsi missziót valósítson meg, ahova űrhajósok mennek el. És miért érdekes ez, és miért különbözik ez alapvetően attól, hogy van a nemzetközi űrbázis, és ott űrhajósok vannak. Kérem tisztelettel, azért, mert egy ilyen távoli helyszínre folyamatos utánpótlást juttatni nem lehet. Mit fog enni az űrhajós? Reméljük, hogy magyar paprikát fog enni az űrhajós. Előbb-utóbb eljön az a pont az űrkutatás történetében, amikor az űrhajón vagy az űrbázison növényeket kell termeszteni, olyan növényeket, amiket az űrhajósok ott és akkor majd elfogyasztanak. És ez a gondolkodás, ez a hosszú évekre visszamenő nemesítési program jutott el oda, hogy a magyar Hunor program keretében beválasztásra került a Debreceni Egyetem, hogy egy ilyen itt kinemesített paprikát a nemzetközi űrállomáson termesszenek, és kipróbálják, hogy ez mennyire megfelelően nő, és mennyire tud az űrkörülményei között táplálékforrásként szolgálni. A Debrecen Egyetem Agrárkara részese volt már a DS Space programnak. Konkrétan egy űrélelmezés nevezetű csoporttal, az űrélelmezés csoporton belül pedig olyan alprogramjaink voltak, amelyek tulajdonképpen a karunknak az alaptevékenységeit lefették. Ugye a teljes neve a karnak mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodás. Ugye amikor kimondjuk ezeket a tevékenységeket, mindig külső területekre gondolunk itt a Földön, hiszen természetesen a növényeink zömét, alapanyagokat az élelmiszergazdasághoz kinti környezetben termesztünk. Az űrkutatási programmal viszont lehetőségünk nyílt ezt a komplex kutatási infrastruktúrát és humán erőforrást abba az irányba terelni, hogy az zárt rendszerű növénytermesztést is magasabb szintre neveljük, olyan programokat valósítsunk meg, ami kihasználva ezeket a lehetőségeket, mégis innovatívabban és egy távolabbi stratégiai cél megvalósításához vezet. Célunk, hogy minél szélesebb körben be tudjunk vonni kollégákat, fizikusokat, biológusokat, orvos kollégákat. Nagyon örülünk, hogy a karunk gazdája lehet ennek a kutatásnak, hiszen az utóbbi években nagyon sokat fejlődött a kar, amint láthatják is, az üvegházak terén is egy teljesen új biodróm névvel illetett Biomaker Space-nek szoktuk nevezni, egy biotechnológiai alapokon működő üvegházat sikerült létrehoznunk, és így a program is megszületett, ami a további üzemeltetését és a további eredményeket alapozza meg. A paprika egy kiemelt objektum ennek a programnak, és elsőleges célja nemesíteni olyan paprikát, amely az űrkörülmények között a mikrogravitációban, illetve csökkentett gravitációban, akár pedig zéró gravitációban. Itt el kell különíteni az ISS, tehát a Nemzetközi űrállomás zéró gravitációját, meg egy leendő holdbázist. Ugyanis holdbázison, marsbázison van gravitáció, kicsi. Az űrhajón nincs. És ilyenkor minden megváltozik. A fizika nem úgy működik, mint a gravitáción. És ahhoz, hogy egy ilyen kis növényt lehessen létrehozni, egy óriási siker már az űrhajón. Az amerikaiak ezt megcsinálták, és ezt tekintik ma az űrnövények kutatáson a legmagasabb teljesítmények. Ők egy új mexikói állam által nemesített
40-50 évvel ezelőtt a paprikát használtak, és a nagyon régi kooperációknak köszönhetően mi rendelkezünk ezzel, sőt, ezekkel mi hibrideket is létrehozhattunk, és a magyar űrpaprika tulajdonképpen így bekapcsolódik az amerikai programba. A paprika nem csak abban különleges, hogy felesleges módon cukrokból C-vitamin járt magának, ami nekünk ugye Nobel-díjat hozott Szent Györgyinek köszönhetően. Ellenben vannak olyan képessége is, ez is molekuláris mechanizmus, hogy például B2 vitaminból túltermel. Ez csak egy példa. Vagy luteinből, ami egyébként itt ezeken a növényeken, a színanyagban lehet látni. Akkor, amikor a gravitáció és az elektromágneses sugárzás problémái vannak a látásrendszerben, ezek az anyagok akár K-vitamin, tehát a fillokinon, óriási jelentősége a csontritkulás problémák kezelésére. Most a paprika ennek a biológiai komplexumnak a kulcsnövénye. Most már csak az volt a kérdés, hogy minden részét hogy lehet hasznosítani. Hát ezt elvégeztük ezeket a kísérleteket, és örömmel mondhatom, hogy a magyar űrpaprika képes arra, hogy minden része hasznosuljon, a szára, a levele. Ezért jelentős ez a kísérlet, és nagy örömünkre a hatóság, a író hatóság Hunor programba involvált minket, csúnyán mondva, de egyúttal nagy erővel dolgozunk a nemzetközi hálózat kiépítésén is e területen. A paprika csak egy modell. Úgyhogy ehhez még tartoznak különböző hardware eszközök. Évek óta dolgozunk rajta, és reményeink szerint ilyen berendezés elkészül, és ha megfelel a NASA szabványnak, meg az Európai űrügynökségnek, amit minden jel szerint azért dolgozunk, hogy megfeleljen, akkor a lendő magyar űrhajós részére egy ilyen eszköz, illetve a kettőföl is juthat az űrbe, de még korai volna ennek a kimondása, mert még nagyon sok időt kell várni, körülbelül 12-13 hónapot.